Elmaradt céges összejövetelt pótolt a hétvégén az egyik százfőt foglalkoztató kanizsai vállalkozás. A családias hangulatú program részeként vendégül látták a dolgozókat, valamint zenés estére hívták a beosztottakat. Szombaton kora délután érkeztek a Pro Moulding Kft. munkatársai az egykori zöld tábor területére. A céges összejövetelt eddig a járványhelyzet akadályoztatta. A tulajdonosok is nagyon ragaszkodtak hozzá, hogy mindenképpen rendezzük meg, és akkor így a középvezetők úgy döntöttünk, hogy akkor egy ilyen kellemes októberi napon szeretnénk ezt megtenni, reménykedtünk a jó időben, úgy néz ki, hogy ez sikerült is. Az egykori sörgyár területén működő fröccsöntő vállalat vezetője úgy nyilatkozott, hogy a program célja az, hogy szabadon, munkahelyen kívül kötetlenül találkozon a cég összes dolgozója. Én úgy gondolom, hogy egy vállalatnak, egy szervezetnek az értéke a munkatársakban rejlik, és abban mutatkozik be. Nagyon fontos, hogy munkájen kívül kötetlenül tudjunk egymással szabadidőt eltölteni és jól érezni magunkat. A cégvezető a dolgozókat ünneplő rendezvény kapcsán elmondta, a jelenlegi gazdasági körülmények között sem terveznek elbocsátásokat, a létszámot tavaly bővítették és minden munkatársukra számítanak a továbbiakban is.